Itt a mézédes magyar dinnye. Elkezdődött a dinnye szezon. Magyarország legnagyobb dinnye földjére látogattunk el, a Békés-megyei Dombegyházára. Mit lehet tudni, milyen az idei termés? Az idei termés nagyon kiváló lesz, finom, édes, magas cukortartalmú dinnyék lesznek, mint ahogy itt is látszik, mélyvörös hússal. Mikor jó egy dinnye? Hát alapvetően, amikor megérett. Nagyon fontos, hogy jó állapotban legyen a görög dinnye leszedve, és minél hamarabb a pultokra kerüljön, hogy a fogyasztók minél frissebben tudják ezt elfogyasztani. Magjának feketének kell lenni? Magjának feketének kell lenni, egy-két fehér mag lehet benne, de amikor még barna a magja, akkor még nem érte el a teljes potenciált. Itt 110 hektáron termesztenek dinnyét. Milyen fajtákat? A hagyományos magvas görögdinnyék mellett ilyen specialitásokat termesztünk, mint fekete helyű magszegény dinnye, sárga húsú magszegény dinnye, mini dinnye, baby dinnye, tehát ezeket a kicsit kuriózumabb dolgokat is csináljuk itt. Tehát a sárga bélű görögdinnye, ez a hivatalos neve? Hát sárga húsú magszegény görögdinnye. Ez a teljes hivatalos megnevezés. Tehát van ebben mag? Csak kicsikék. Magkezdemény. Tehát ezek a magok, ezek puhák, tehát ez körülbelül olyan állagú, mint a húsa. Tehát ezt az ember anélkül, hogy észrevenné, elrágja és megeszi. Tehát, hogy nem érződik magnak. Önnek mi a kedvence? Melyik fajta dinnye? Évtől függ, a mag nélküli dinnyéket nagyon szeretem, valamint a mini dinnye, én azt szoktam fogyasztani, mert azt egyedül meg tudom enni, ahhoz nem kell a hűtőbe rakosgatni utána. Alapvetően ez is egy magszegény görög dinnye. Ez az elsődleges célja, hogy ez kicsi, tehát ez amikor az ember leugrik az irodából egy ebédre, és nem akar valami nehezet enni, akkor a saláta helyett tökéletes, és akkor meg is lehet enni egy kanállal, és akkor ez akkor ezt a célt teljesen kiszolgálja. Keményebb a húsa. Keményebb a húsa, igen. Tehát a magnélkülű dinnyéknek eleve valamivel keményebb húsa van, mint a magvasoknak. Hogy jobban kell rágni. De egyébként az íze hasonló a görög dinnyéhez. Én személy szerint jobban szeretem a kemény húsú dinnyéket. Van, aki pont azt szereti már, ami kicsit túlérett kásás, ez ízlések és pofonok, de általában ugye az a friss, roppanós dinnye szerintem az a legfinomabb. Mi a sláger? Mit keresnek legjobban a fogyasztók? A fekete helyű magszegény dinnye az, ami az elmúlt éveknek a egyre nagyobb slágere, tehát vannak áruházak, ahol lassan többet adnak el belőle, mint a hagyományos görög dinnyékből. Mennyi egy évben a termés? Hát hektáronként szoktunk számolni egy ilyen 60-80 tonnát, ez évjárattól függ. Idén valószínűleg valamennyivel ennél kevesebb lesz. Én úgy tudom, hogy országosan is ritkaság ez a gépesítés, amit bevezettek. Igen, tehát a munkaerő hiány, valamint a munkaerőnek a munkájának a megkönnyítése miatt ugye egy nagy gépesítést kezdtünk el már egy pár éve. Ehhez tartozik itt a szántóföldön vagy a dinnyeföldön egy dinnye szedőgép, amit itt házilag készítettünk, valamint a csomagolóüzembe is minél több folyamatot próbálunk gépileg megoldani. Lehet tudni, hogy mekkora különbség az itteni dinnye ár és amit én meg tudok venni otthon? Hát ez egy érdekes kérdés, ugye rengeteg költség tevődik rá, tehát ilyen csomagolás, csomagolóanyag, szállítási költség, plusz az áfa, tehát ugye itt ez egy elég radikális különbség tud lenni a maga a dinnye termesztésének a költsége, valamint a piacra jutás költsége. Termésnek milyen aránya megy exportra? Évtől függően egy 40-60% megy exportra, most az idejében körülbelül egy ilyen fele megy a termésnek az exportpiacokra. Hova exportálnak dinnyét? Elsősorban a visegrádi országokba, tehát Szlovákia, Csehország, Lengyelország, valamint ezekből a különlegesebb dinnyékből jut a német piacra is. Mitől jobb a hazai magyar dinnye? Hát elsősorban az, hogy hazai. Tehát én szerintem az egyik legfontosabb, tehát amellett, hogy az ízvilág kiváló, a éjszakai hűvösök és a nappali melegek nagyon jó savcukor arányt állítanak be a magyar dinnyénél. De még szerintem ennél is fontosabb a frissesség, tehát hogy amit itt mondjuk leszedünk, az estére bekerül a logisztikai központokba, másnap reggel az már kim van a pultokon, és akkor azt ennél frissebbet nem kaphat az ember, tehát hogyha ezt messzebbről hozzuk, akkor ez mindig csak rontja a minőséget. Itt a dinnyeföldön, amit látunk, ez tökreoltott dinnye vagy saját nevelés? Ez, ahol most állunk, ez tökreoltott dinnye, de van saját gyökerű görög dinnye előállításunk is.
Mióta foglalkoznak dinnyetermesztéssel? Dinnyetermesztést édesapám kezdte el, még mielőtt én itt dolgoztam, mert 15 éve foglalkozunk görög dinnyével. Mi a termesztés technológiája egy dinnyének? Nagyon nagy különbségek vannak termelők között is. Tehát alapvetően nálunk egyik legfontosabb cél az, hogy a termés az stabil legyen. Tehát mi 8 szakaszba ültetünk, tehát 8 héten keresztül ültetjük a dinnyét. Így lesz szakaszolva, és akkor a szedés is tovább tart. Nekünk a partnereink, valamint a fogyasztóknak a kielégítése miatt kell, hogy ezt folyamatosan tudjunk szüretelni is. Alapvetően ugye úgy néz ki egy dinnyetáblát, először ősszel készül egy bakhát, utána tavasszal a bakhátra kerül egy csepegtetőcső, és arra egy takarófólia. Majd erre a takarófóliára lyukakat készítünk, oda belehelyezzük a palántákat, utána pálcákat teszünk le, és akkor egy alagút fóliát ráhúzunk még a görög dinnyére. Egészen addig, amíg ez be nem futja teljesen a fóliát, ez takarásban, utána ez a fólia lekerül róla, és utána a bakháta közötti részbe kerül lehelyezésre egy perforált fólia, ami arra szolgál, hogy egészségesebben tartsa a dinnyét, valamint a leeső eső miatt ilyen sár darabok ne rakadjanak a dinnyére, könnyebb legyen a tisztítása később. Melyiket nehezebb előállítani, a hagyományos dinnyét vagy a mag nélkülit? A mag nélkülit bonyolultabb előállítani, tehát akinek van egy-két éves rutinja, annak az se okoz nehézséget, de vannak szabályok, amiket be kell tartani, ami egy hagyományos magvas görög dinnyénél nem érvényesek. Úgy olvastam, hogy porzófajtát is kell ültetni. Így van, tehát ugye nálunk 6 sor egy ráta, a 6 sorból 2 sor porzó van, tehát az hagyományos magvas dinnye, és akkor ez körülbelül úgy néz ki, hogy van egy mag nélküli sor, utána egy magvas, 2 mag nélküli, megint egy magvas és egy mag nélküli. Szereti ezt a dinnyetermesztést? Én nagyon szeretem, tehát ez én azért kezdtem itt a cégnél dolgozni, mert én nyári munkában a görög dinnyével foglalkoztam, és akkor én annyira magába szippantott, hogy azóta is itt vagyok.